Karásban azért választottuk ezt a címet, mert egyrészt egy kicsit a kulisszára akartunk emlékeztetni a címben, másrészt viszont azért, mert tulajdonképpen a színészek takarásban vannak olyan szempontból, hogy az ilyen típusú beszélgetések, mint például ami most történik, az egyáltalán nem divatos. De ezt most mi megtörjük Szűcs Sándorral, aki 1960-ban megszületett Budapesten. Pesti gyerek vagy? Ez így jó lesz, ha végig csak bólogatok. Az lesz a legjobb. Igen, Budapesten születtem, sőt tovább megyek, majd hogy nem azt mondhatni, hogy hetedik kerületi gyerek vagyok. Tehát egy nagyon-nagyon rövid szakasza volt az életemben, amikor az ötödik kerületben laktunk. Különben itt születtem a hetedik kerületben, és azóta csak itt élek. Tehát én soha máshol? Soha. Hát amikor vidéken voltam, igen, szerződésben, de mindig budapesti lakos voltam, ez volt a személyemben. És nem is akarsz más lakos lenni? Nem. Én nagyon szeretem a Városligetet, a kutya miatt pláne. Ez a színház, ez nekem az anyaszínház, amin itt voltam stúdiós 18 éves koromban. Az Almási téren nevelkedtem, ide jártam általános iskolába, a Dob utcába. Minden. Egyetlen egy volt tényleg, amikor elköltöztek a szüleim, úgyhogy nem tudtam róla. Tehát elmentem, ez egy zseniális, elmentem építőtáborba, és jöttem haza a Király utcába, és nyitottam az ajtót, és nem valamitől a kulcs nem, hanem csöngettem, és egy idegen néni kinyitotta az ajtót, hogy tessék. Na, bocsánat, én itt lakom. Azt mondja, a Szűcs, nem, már elköltöztek azóta. Tehát anyám két hét alatt költözött, és hát akkor még nem volt mobil. Gondolták, majd megmondja az új lakó, hogy hol lakom. És akkor így elindultam a Honvéd utcába. Soha nem tettem ki a lábam a hetedik kerületből, megkerestem, hogy hol van az ötödik kerületben a Honvéd utca. Akkor most fölteszem azt a kérdést, amire egyébként is készültem, hogy milyen viszonyod volt a szüleiddel? Van is még, hála a jó Istennek, még lekopogom. Jó, érdekes. Köztünk vannak mindketten? Persze, igen. Hál' Istennek még. Anyuval nagyon klassz viszonyom volt, van is. Apuval érdekes, mert már Nyíregyházán játszottam, nem kis szerepet, amikor megnézett, és azt mondta, hogy nagyon jó volt, fiam, de mikor választasz már valami komoly szakmát? Tehát ő neki ez a színészkedés, ez... Nem fogadta? Most már talán, hát, de most már elég öreg vagyok. Tehát 56 évesen már vagyok én, most már csak beletörődött, hogy a fia ennél marad, de eleinte nem nagyon értett. Ő egy kékkezi ember, egy munkás ember, egy vasesztergályos. Neki ez, hogy oda kimegy egy felnőtt ember és bohóckodik. De próbáltad neki elmagyarázni, hogy ez mi? Nem, azt hiszem nem. Nem. Nem is próbálkoztál meg vele soha? Nem, mert igazán lehet, hogy én se tudtam volna elmondani, hogy ez mi. Meg soha nem volt a családunkban senki, aki ezt csinálta volna, vagy szerette volna csinálni. Az, hogy én, ez a klasszikus, már óvodában szavoltál, bohockodtál, minden családünnepén te voltál a központ. Sanyika, mondjál valami verset, mondjál valami vicceset, és én ezt baromira élveztem, hogy ilyen. Ennek ők néztek, meg nevettek rajtam, és ez olyan jó volt, és egyszer csak... De hogyha most valaki megkérdezi tőled, hogy... Hogy miért lettem színész? Színész vagy, igen, nem is az, hanem az, hogy mi ebben a munka. Mit csinál egy színész? Aha, azt mondom neki, hogy próbálja ki, azt majd megtudja, mi ebben a munka. Semmi, nekem nem munka, én nagyon élvezem, én megdöglenék, ha nem csinálhatnám. Nekem még a mai napig az a csoda, hogy ezért fizetnek is. Tehát én nagyon szeretem, én tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Középiskolába, tehát azért mondom, hogy ez nem volt egy állandó, és én 6 éves koromban vagy 5 éves koromban elhatároztam, nagyon sokáig fogalmam nem volt, hogy én mi akarok lenni, úgyhogy középiskolába például a hajózási suliba jártam, nekem tengerész a tengerész képesítésem van, egy középfokú hajózási képesítésem, én tengerész vagyok. Az akartál lenni, vagy miért mentél? Aha, olyan jó ötletnek tűnt, tudod, mint amikor a Mesztelen Cowboy ráugrik a kaktuszra, és olyan jó ötletnek tűnik. És az első hajózásnál kiderült, hogy a hajózás csak a partról szép. Tehát nekem az nem jött össze. És jártak a suliba külföldi diákok is, Bissau-Guineából jöttek, öten srácok, és nagyon jóba voltunk. És amikor én mondtam nekik, hogy hát én nem.
Én nem megyek tengerre, gyerekek, ez nem az én világom. Hát mi akarsz lenni? És mondtam, hogy színész. És teljesen padlón voltak, mert náluk Visszaginiában csak a nők mennek színbe, tehát az nem egy férfias foglalkozás. És nem értették, hogy ugyanúgy egy apu sem. És talán én sem. Valamitől ez nagyon tetszett. Olyan magas hős akartam lenni, szép, szőke, kékszemű, Dalia. De az voltál? Soha büdös életben. Egyetlen egyszer osztottak rám egy mesedarabban egy hőszerelmest. Olyan kínosan éreztem magam, én húzgáltam a partnernőmnek a haját, hogy valamit csinál, valami rosszaságot. Tehát nem, én egy karakter vagyok, én azt szeretem, én egy táncos komikus, egy buffó. Tehát ezek a szegény hőszerelmeseket én nagyon-nagyon, téged nagyon nem irigyel. Nem irigyelsz? De miért? Mert mi van abban? Skatúja? Nem a skatúja, hát sokkal, sokkal több lehetőség van rossznak lenni, csibésznek lenni, mint az, hogy bejönni és szeretlek. És innek ez van egy vonalad, hogy nagyon szereted azt a nőt. De azért egy karakter az jobbra-balra tud menni, lehet kicsit táncolni, kis táncos komikusba elmenni. Én az volt nagy mázlim, hogy voltam vidéken, és én azt gondolom, a mai napig mindenkinek el kéne menni. Volt egy időszak a főiskolában. Kötelező két év volt az. De ez még a diploma után, nem? Tehát diploma után el kellett menni két évre. Az én időmben már nem, csak én így tudtam szerződni Miskolcra, utána Győrbe. És tényleg baletten és operán kívül mindenben játszottam. De miért szűnt ez meg egyébként szerinted? Fogalmam sincs. Nekem a diploma védésemen azt mondtam Molnár Piroska, hogy én is ezt mondtam, hogy ilyen fantasztikus lenne, hogyha két év kötelező vidék lenne, és egyébként a vidéki színházak színvonala is nagyszerű lenne. Hát igen, de hogyha mindenkinek kötelező lenne, akkor lehet, hogy valaki azt érzi, hogy száműzték vidékre. Nem hiszem. Nem gondolnám, hogy, hogy az száműzés lenne. Főleg úgy, hogyha tudja az ember, hogy oda szakmai gyakorlatra megy. Hiába van szakmai gyakorlat, főiskola alatt volt két év, mi a Víg Színházban voltunk, de az más, amikor ott vagy reggeltől estig, ott mindent kipróbálhatsz, építenek rád, és utána és az nagyon fontos, talán attól nem érzed, hogy száműztek, hogy lejönnek és megnéznek, és érdeklődik a másik igazgató is, esetleg másik vidéki vagy pesti igazgató, lejönnek, és tudod, hogy két év múlva esetleg vár egy szerződés a Pesti Magyarba, vagy a Madácsba, vagy a Vígbe. De Nyíregyházára meg Miskolcra jártak? Nem, akkor már nem jártak. De volt, amikor jártak? Tehát, hogy... Régen, hát elolvasod a régi nagyokat, hogy leszerződött, mit tudom én, Debrecenbe, de már ott lapult a zsebébe, hogy két év múlva Várkonyi már várja a Vígben. Uh-huh. És a Várkonyi szépen ment le a premierekre megnézni, mert azt mondta, hogy nézni akarom, hogy na, hogy fejlődik az, akit én szeretnék majd a Vígbe. És szerinted most miért nem járnak le budapesti színházigazgatók vidéki színházakba? Biztos számos oka van ennek. Én azt gondolom, hogy iszonyat túltermelés van. Tehát, hogyha megnézed, hogy hány olyan hely van, ahol színészképzés folyik Magyarországon, mekkora ez az egész ország, hány színház van. Ha én a mai napig azt mondom, bár magunk ellen beszélek, hogyha most 10 évre leállna a két főiskola és az összes több ilyen képzőhely, a kutya nem venné észre, hogy 10 éven keresztül nem jött ki friss arc, hiszen annyian vagyunk, annyi ember nem jut hozzá, nagyon sok az eszkimó és nagyon kevés a fóka. Én azt gondolom, hogy akkor beáramlanának a, most mondjuk így, amatőrök? De azt nem kéne engedni. Azt nem kéne engedni, hogy beáramoljanak az amatőrök, mert azt kell mondani, hogy kérem szépen, van te neked jogosítványod? Nincs. Akkor te ne vezess autót. Ez egy buta dolog, mert lehet, hogy te fantasztikusan tudnál autót vezetni, de mégis kell hozzá az a papír. És azt mondani, hogy a Konrád Tóni kollégánk szokta mondani, hogy ő gyerekkora óta gyakorolt mindig a macián, hogy kell azt megműteni. És ezek az irigy műtőorvosok nem engedik, hogy ő egy vakbélműtétet megcsináljon egy igazi emberen, pedig ő úgy kigyakorolt ezt a macián, hogy ihaj csuhaj. De mondjuk egy rendező úgy gondolja, akkor holnap a műtőorvos megy föl a színpadra. Mert bennünket viszont nem védenek ilyen dolgok. Tehát ez, hogy nem egyoldalú, azt mondom. Abszolút nem. Régen, amikor nagyon erős volt a színészkamara, akkor ez elképzelhetetlen lett volna. Tehát vissza kéne ezeket a
dolgokat állítani. Igen, és nem véletlenül van a főiskola, ahol téged beszélni tanítanak, mozogni tanítanak, stb. Ha ezek az emberek kikerülnek képernyőre, színpadra, akkor a beszédjükön is már lehet hallani, és akkor lehet, hogy aki nézi, az azt mondja, hogy hát akkor majd nézni, hogy fogok beszélni, mondjuk az arcája, ha nem elkezdek artikulálni. Mert akkor hallom, hogy mit mond a másik. Nem suk-sukkölök, náknék az, stb. Mert nem szabad. Épp ma belenéztem az egyik tévéadóba, ahol a Süsű ment. A kis, emlékszel, Süsű? Sárkány. És olyan nevek voltak a bábuknak a hangjai, Zente Ferenc, Tábori Nóra, Stankai. Nem. Én járok, hál' Istennek hívnak szinkronba, elég sokat. Nagyon sokszor van az, hogy úgy állok a mikrofon mellett, hogy fogalmam nincs, hogy a mellettem álló ember honnan jött, hogy került oda, mit keres ott. És amikor megszólal mondjuk egy teljesen civil hangon, akkor az olyan nem jó érzés. Szerinted ezt egy néző hallja, látja? Akár a szinkron most, akár a színpadról beszélünk. Én hát egy nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy igen. Hát kettő, hallottam már civilektől, hogy vannak bizonyos csatorna, ahol amit nem néznek, mert azt mondják, hogy annyira rossz a szinkronja, annyira bántó, hogy inkább elnyomja. Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon sokszor hallok olyan visszajelzést, hogy nem értem, amit mond a színész a színpadon. És ez zavaró. Jól van, majd beszél, majd átveszünk, majd gyakorolunk, Peti, ne legyél szomorú. Tehát az nagyon fontos. A Körtvélyesi Zsolt, Körte, őt nagyon szeretem, ő nekem egy darabba az apámat játszott a Miskolcon, azóta is ilyen apa-fiú játszunk, és ő elmondta, hogy ahhoz, hogy jó színész legyél, nagyon sok minden kell. És ha csak az egyik lábad rövidebb, akkor az már sántít, akkor az már nem jó. Ha te nem beszélsz szépen, akkor már nem vagy jó. Nem tudsz jól énekelni, az már nem jó. Nem jó a mozgásod, az nem jó. És akkor még a szerencséről, kapcsolattartásról, arról nem is beszéltünk. Ez egy nagyon komplex dolog. Ezeknek mind egyben kell lenni ahhoz, hogy te fölmehess a színpadra. És akkor találkoznod kell egy jó rendezővel, találkoznod kell egy jó szereppel, és ha szerencséd van, a csillagok is úgy állnak. Na, akkor lehet egy jó előadás. Egy ilyen buffó karakter alkatú színész, mint te vagy. Te mindig jókedvűen jössz be a színházba, egyébként azt én is láttam. Neked nincs olyan, hogy esetleg depressziósan vagy, nem tudom, biztos van magadban, de mégiscsak jókedvűen jössz be. Hogy mikor vannak mélypontok? És azt hogyan rejted el, vagy miért? Nagyon szeretek, nagyon szeretem a színházat, nagyon szeretem a munkámat, de tényleg, tehát ez semmi, én nagyon imádom. Tehát eleve attól jó kedvem lesz, hogy jöhetek. És amikor mindenféle bajaim vannak, mert vannak, akkor arra gondolok, hogy és én most jövök be, akkor attól jobb kedvem lesz, hogyha még előadásom is van, az még pláne jó. Tehát egy ilyen állandó, ilyen kis kábítószer, de nevezhetjük üvegbúrának is. Tehát nem igazán tudom, hogy mennyibe kerül egy liter tej, vagy egy kiló kenyér. Ezekről úgy nem nagyon van fogalmam. Itt bent lenni jó. Ezt szeretem. Marton László volt a főiskolán az osztályfőnököm. Mindenre megtanított bennünket. Tehát mi tudunk díszletet gyártani, jelmezt készíteni, világítani, hangosítani, rendezni, játszani, kellékezni. Mindent tudunk. Én ehhez értek. Ahhoz ott kint, ahhoz nem nagyon. Ott engem becsapnak, vagy hülyének néznek. Én ahhoz nem értek ott kint, mi folyik. Ez... De ideben mindig jól vagy? Általában igen. Általában igen, szeretem a színházat, szeretem a kollégáimat, általában jól érzem magam. Igen, hála Istennek. Az nagyon fontos, és ez tényleg egy fedélzetmester mondta azt nekem a hajón, hogy tudod, fiam, a hajózás csak a partról szép. És én mindig kerestem egy olyan szakmát, amit csinálni is szép, nem csak kívülről nézni. És azt hiszem, én megtaláltam.
És azt gondolom, hogy az nagyon fontos az embereknek, hogy ne úgy kell, talán itt van apu, talán itt van az édesapám, aki ment be a gyárba 40 éven keresztül, és kelt reggel 4:30, hogy 6-kor odálljon az esztergapad mellé, megnyomja a gombot, akkor volt egy 10 órai szünet, és 2-ig ő esztergált. És alig várta már, hogy hétvége legyen. Én gyűlölöm a nyári szünetet. Én itt szeretek lenni, én dolgozni szeretek. Én akkor szeretem a nyarat, hogyha megyünk valami nyári játékra. Ha csinálunk valamit, ha és készül az a darab, és próbálunk, és akkor tapsolnak, és akkor az olyan jó. És eleget dolgozol? Nem. Nem. Mikor mondanád azt, hogy eleget dolgozol? Szerintem soha. Nem, azért nem. Nem, hát mindig nagyobbra vágyik az ember, eleget. Most mi az elég? Az, hogy most van az utóbbi 2 hónapban 20 előadásom? Tehát az a stúdiós koromban egy hónapban volt olyan, amikor 35 előadásom volt stúdiósként. Ha mondjuk az ember lenyomna 20 Száncsót, akkor lehet, hogy bele is pistulna. Száncsóból lehet, hogy elég egy hónapban 10. De tehát itt is be kell osztani az erőt, tudni kell, hogy miből mennyi van. Most az utolsó 2 darabba picibb jutott, még azt mondom, hogy szerencsére, és mert így akkor így az egészségemet összetudtam egy kicsit vakarni újra, de bírom én még, 56 évesen még azért úgy még mennék neki a falnak, még gyerünk. Száncsóra még visszatérünk, mert jó, rendben, az egy érdekes dolog. Ihatok egy kicsit? Ha hogy ne ihatná? Szűrt víz? Nem. Ásványvíz. Mi az, hogy szűrt víz? Lehet kapni a portánál szűrt vizet. Én ezt nem tudtam. Majd megmutatom a gépben, nagyon jó, nagyon egészséges. Közben azért kérdezek, jó? Ásványvíz. Jó. Nemzeti stúdió. Igen. Bodnár Sándor. Így van. Rögtön azonnal ez a válasz. Azonnal? Azonnal. Nemzeti stúdió az Bodnár Sándor. És mellette Simon Zoltán, egy picivel lejjebb. De ez a két ember, ez kőkemény. Ők voltak a mestereid? Ők, abszolút. Abszolút. Én azt gondolom, hogy én a főiskolán 4 évig abból éltem, amit a Sanyi bácsitól tanultam. Tehát ez ő. Abszolút. Abszolút. Sajnálom is, hogy nem a Sinkovics teremben van ez az interjú. Az volt az osztálytermünk. Hogy én ott mennyit szenvedtem. Hát az pokol volt. Na mennyit? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Hát én nem tudtam. Én a mai napig nem tudok sírni. Én annyira irigylem azokat, akik tudnak sírni a színpadon. Én nem tudtam sírni. És volt egy olyan gyakorlat, a reszket a bokor. Ismered Petőfi? Okay. És el kellett mondanod úgy, hogy életed legnagyobb öröme. Fölvettek a főiskolára, 5-ösöd van a lottón, a szerelmed igent mondott, tehát a csúcs. És ahogy végeztem, már elkezdeni úgy, hogy életed legnagyobb bánata. Megtudtad, hogy édesanyád rákos, kirúgtak a főiskoláról, a szerelmed elhagyott. Iszonyat, hogy mit szenvedtem vele. Iszonyat. Nem, vasszékeket törtem össze. Dühös tudtam lenni. És akkor mindig mondta a Sanyi meccs, hogy Sanyikám, szituáció jó, dühös volt, rám volt dühös, de indulat, az jó, az jó. És annyira édes volt. Nagyon szerettük. Milyen volt az akkori hierarchia? Ugye te a Nemzeti Stúdióban 78 és 81 között voltál. Igen. Mi volt itt akkor? Aj, csoda volt. Ide például nem jöhettünk be. Ide egy stúdiós nem jöhetett be. Akkor voltak itt főiskolai gyakorlaton Szamóca, Dörner, Básti Juli, Máté Gábor, és akkor őket kértük meg, hogy kérsz nekem egy üdítőt. És akkor kinn ott a folyosón odaadtuk a pénzt, ők bejöttek, kértek egy üdítőt, és akkor kiadták. Mi most a dohányboltban, nem olyan. Mi most a dohányboltban. Lenn öltöztünk a szennyvízcsövek alatt, és borzasztó boldogok voltunk. És reggel 7-kor bejött. Lent öltöztetek? Aha, fent ahol volt a terem? A Sinkovics terem. És hátul lehetett csak menni, hogy ne legyünk útba. És Zsolt István volt az ügyelő, a híres hírhet Zsolt István. És jöttünk szembe vele egy mozgásóráról, kis tornanadrágban, minden, és azt mondtam, állj, kollégák, a Greenwichi férfi napozóban érzem magam, nem a Nemzet első színházában, öltözzenek fel. És szóval valami félelmetes volt az egész. Ott, ha hibáztál, azonnal azt mondták, kollega, a 4. emelet munkakönyv.
És hiába ment a Bodnár tanár úr, hogy Zsolt úr a fiatal ember a vizsgánkba a főszerep. Sajnálom, kollega. A hibázás az, mint a színház falain belül hibázás? Vagy a színház falain belül, a színpadon. Színpadon. Tehát ott a Zsolt úr, ott nem ismert tréfát. De az nagyon kellett is. Azt tudom, hogy amikor utána én lekerültem valóva vidékre, és mentem be, és azt láttam, hogy az ügyelő zsemlét eszik az ügyelő pultnál. Tehát ez ilyen elképzel, hogy? Hát az lehetetlen színpadon enni rágógumi, rövid nadrág, cigi. Hát hogy? Sapkával bejönni a színházba. Ez lehetetlen. Fütyülni a színházban. És ezek furcsa volt, mert tán tavaly pont egy fiatal kollégám mondta, hogy és akkor mi történik, ha fütyülök, vagy sapkába megyek, akkor összedől? Nem dől össze, csak nem tudom, nem. Ezeket még akkor mi belénk vésték. És akkor is így gondoltad, hogy jó ez, hogy beléd vésik? Akkor az egy nagyon fontos dolog volt, mondom, hajós vagyok. Addigra én már túl voltam a hajón és a kapitány szava szem. Fegyelem voltam. Tehát az nem lehet össze-vissza, mert akkor neki mész a partnak. És én azt gondoltam, hogy igenis szükség van arra, hogy tudja az ember, hogy hol vannak a határok, mit szabad, mit nem szabad. Azon belül menj fel a színpadra és tedd ki a lelked, és játsz, de azért annak korlátai vannak. Most gondold el, ha Otello minden este elfogyasztana egy Desdemónát. Tehát azért úgy csinálunk, mintha. Igen. Ez egész nekem... Szia, Feri! Ez egész, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Én a mai napig mondom, hogy színházban és hajón nincs demokrácia. Nincs demokrácia. Ott nagyon kemény kapitánynak kell lenni. Ott tudni kell, hogy merre halad a hajó. Azt mondjuk, hogy a színház nem demokratikus intézmény. Nagyon nem. Akkor diktatórikus? Igen, kell, hogy diktatórikus legyen egy színház. Az ember csak imádkozni tud, hogy jó diktátora legyen, de biztos vagyok benne, nem lehet demokrácia egy színházban. Egy személy felelős van, az igazgató. Ő neki kell megszabnia. Ő szerződtet. Ő alakítja ki a társulatot. Ő adja melléd a kollégákat. Vele kell majd játszanod. Neki kell szerelmet vallanod, vagy megölnöd. És azért az az ember a felelős. Nem lehet demokrácia. Hogy kerültél a Nemzeti Stúdióból Nyíregyházára? A harmadéves vizsgánk, mi voltunk az első osztály, akik 3 évig maradtunk itt. Gyurica Pista, Ráckevei Anna, aki most a Debreceni színházigazgatója, Gyurica Pista, Csepeli Sándor és én. Mi 4-en maradtunk, és az utolsó vizsgánkat, ami talán a Kyodzsai Csetepaté volt, vagy a Tímár Liza, nem tudom pontosan, akkor megnézte a Bozóki Pista bácsi, aki akkor alapított színházat Nyíregyházán. Tehát én színház alapító tag vagyok Nyíregyházán, voltam, és leszerződtetett. És azt mondta, hogy menjek oda. És ez nekem egy nagyon nagy dolog volt, és az első darabban, amit Nyíregyházán csináltak, önálló színház, önálló társulata, Csongor és Tündében, én voltam Kurach. Ami hát egy fantasztikus nagy dolog volt. Azt se tudtam, merre van előre. Én nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy azt se tudtam, merre van előre. Miskolcon, amikor a Bála Szavolyban azt mondták, hogy és akkor te vagy a táncos komikus. És mondtam, hogy de hát én nem tudom, hogy az operetben mik a szabályok, mi a kressz. Hát én kikezdek a primadonnával, hát ez nem lehet. De nagyon élveztem. Nagyon élveztem, és Nyíregyházát is, Miskolcot is, és nagyon jó. Jó volt. Mi volt akkor a Nemzeti Stúdió célja? Vagy mi volt akkor a küldetése? A Nemzeti Stúdió célja az volt... Színészeket képezzen a munkaerőpiacra? Nem, hanem a főiskolára felkészítsen, hogy fölvegyenek téged. Tehát a színművészetre. Ez is hangzott? Abszolút. Tehát mi készültünk az órákra, készültünk a vizsgára, mert itt is volt mindig egy darab, amivel vizsgáztunk, de utána oda mentünk a tanárainkhoz, akik kérték tőlünk a felvételi anyagunkat, és azon mi dolgoztunk. Simon Zoli bácsi tanította be az énekeket, amit vittünk. Bodnár tanár úrnak mondtuk el a verseket, a monológokat. Abszolút.
Hát ezek hatalmas legendák, történetek, például a Mózes. A Mózes az egy olyan ikonikus darab, hogy azt hiszem, hogy a mai magyar színésztársadalom 75%-a Mózesbe részt vett. Tehát Lukács Sándortól kezdve Bánsági Ildikon keresztül a Mózesbe mi mentünk, ezt annak idején úgy hívták, hogy zsidó diszkóba, kis rövid szoknyácskánkba, szakállal, onnan lehetett tudni, hogy ki hanyadéves stúdiós, az első évesnek körszakálla volt, az nagy, rengeteg masztix, a harmadéves már csak kis kecske szakállal ment be. És akkor mondtuk, ejjélatavi, vadutavadut, ezt úgy belénk verték, hogy a mai napig, de szerintem ők is tudnák. És ott feküdtünk a sivatagba, ami egy ilyen nagyon ledörzsöli az ember térdét, könyökét szőnyeg volt, és hát ugye nem tudtunk ott lenni az eredményhirdetésen a főiskolán. Viszont valami forró drótos kapcsolatban volt az ügyelőpult a főiskolával. És egy nagy táblára írták föl azoknak a nevét, akiket fölvettek. Előadás közben krétával. És az ügyelő így fölmutatta. És onnan lehetett tudni, innen kezdve a csapat kétre voltak a szomorú zsidók, meg a boldog zsidók. Mert akit fölvettek, az így feküdt a sivatagba, akit meg nem, az így nagyon belelapult a homokba. És te felvételiztél? Ötször. Engem ötödjére vettek. És emeltek fel egy táblát, hogy nem vettek fel? Nem, én ezt megúsztam, hál' Istennek. Én ott voltam, amikor olvasták a nevem. Tehát én ötödjére vettek fel. És mit gondolsz, hogy mi történt? Vagy miért nem sikerült? Vagy érni kell? Mert te ugye nem a Nemzeti Stúdióból felvételiztél, és vettek fel, hanem Nyíregyházáról. Nem, Nyíregyházáról. Egyszer megkérdeztük a beszédtanárunkat, Fischer Sanyi bácsi volt a főiskolán, hogy mitől vesznek föl valakit, vagy nem vesznek föl valakit. És ő azt mondta, hogy az nagyon fontos, hogy mennyire van tisztában önmagával. Tehát mondjuk, hogyha bemegy egy 80-90 kilós hölgy, és mindenáron Júlia monológot szeretne mondani, akkor azzal nem tudnak a tanárok mit kezdeni, mert nincs annyi idejük, mire meggyőzik, hogy azt mondja, hogy ez nem pszichiátria. Mire meggyőzzük, hogy te a dajka vagy. Én azt gondolom, hogy első évben iszonyat éretlen voltam, elmentem úgy, hogy nem olvastam el a darabot, csak a monológot tanultam meg. Tehát talán fegykölyök voltam, senki, hát közöm nem volt, nem is lett volna szabad, hogy fölvegyenek. Aztán meg nem tudom. Tehát nagyon sok szerencse kell hozzá. Úgy kell felvételizni a főiskolára, hogy valamit már tudsz? Vagy miért nem jó az, hogyha valaki kölyök? Tehát Ma én biztos, hogy egy hátránynak érzem azt, hogyha valaki úgy megy a főiskolára, hogy fogalma nincs, hogy hol az egy meg a kettő, pedig az nem a lényeg gondolom, egy iskolának, ez emberfüggő. Tehát a Görög Laci nekem osztálytársam volt, ő neki nagyon jó volt, hogy őt érettségi után fölvették. Én nekem biztos, hogy engem kirostáltak volna. Tehát én nekem kellett, hogy elteljenek évek, hogy én 3 évet lehúzzak a stúdióba, még 1 évet lehúzzak Nyíregyházán, ettől tanuljak, attól tanuljak. Izmosodtál. Igen, nekem ez kellett. Nekem megmondta Marton tanár úr is, hogy Sanyi magának olyan 40-50 körül. Tehát az akkor lesz majd úgy. És úgy lett? Igen. Nem tévedett. Nem. Nekem is azt mondta az Asher Tamás a diplomavédésre, hogy 35 éves koromig várjak, akkor ez is úgy lesz. Elképzelhető, nekik ez már azért van szemük. Tehát előtte 7 évig voltam szabadúszó, szóval piacon árultam, meg női fehérneműt árultam, meg harisnyát. Amíg nem, amikor ránézek egy nőre, tudom, hányos harisnyája van. Nincs. De nektek ugye 3-as elmen. Fiúk. Úgyhogy figyelj, kellettek ezek hozzá, biztos, hogy kellettek. Van egy nagyon érdekes dolog, amit olvastam az életrajzodban, hogy te a főiskola alatt született 2 gyereked. Igen. Na, ez hogy? Most mondjam el, hogy születnek a gyerekek? Nem, azt nem mondd el. Azt szerintem tudjuk. 85-ben született az idősebb, 85-ben született Anna, és 87-ben született a Dorottya. 87-ben diplomáztak. Igen. Sőt akkor csináltuk az öreg hölgy látogatását, és Rága Rutka Éva is még ott szurkolt, hogy meglegyen a baba. A feleségemmel mi általános iskolai osztálytársak voltunk, és amikor fölvettek a főiskolára, ugye bennünket még elvittek 1 év katonának, és a katonaság alatt összeházasodtunk. Mi 82-ben, és akkor én elkezdtem ugye a főiskolát, decemberben összeházasodtunk,
Utána én elkezdtem a főiskolát, és azóta is... De ez nem nagy merészség egyébként? Vagy akkor hogy gondoltad nem ezt? Tudom. Tehát figyelj, végül is akkor diplomáztál 87-ben, 85-ben és 87-ben születtek a lányaid, és akkor utána honnan tudtad, hogy hát ugye vidékre mentél, ugye először Miskolcra, aztán Győrbe, hogy ez hogy nem is gondoltál erre, hogy ez jaj? Nem tudom, hát az első gyereket mindenképp szerettük volna, a Dóri meg úgy lett, a hála Istennek, de nem. Én attól soha nem féltem, hogy nem fogom tudni a családomat eltartani. Amikor szabadúszó voltam, akkor is én minden munkát elvállaltam, mondom, a kellett, piacon árultam, de az én gyerekeim azt nem érezhették meg, hogy esetleg nekem nincs munkám. Tehát az nincs sehova leírva, hogy ez a pálya munkát, kenyeret kell, hogy adjon az embernek. Van az élet, és te keresd meg azt a szegmensét, amivel tudod etetni a családot. De a főiskola mellette dolgoztál? Nem, de a főiskolán mi nagyon jól kerestünk. Tehát azért rádióba jártunk, a Vígben rengeteg előadásunk volt, amiért pénzt kaptunk. Persze, gyakorlaton. Nagyon jól kerestünk. De azt hiszem, olyan jól sehol nem kerestem, mint amikor stúdiós voltam. Itt. Tehát tényleg? Akkor kerestél a legtöbbet? Zseniális volt. Hát itt kaptunk előadásokért pénzeket. Nem sokat, de akkori viszonylatban az nem volt rossz. Majd például volt a Danton halála, amiből készült kislemez. Ahol én azt kiabálom, hogy ez nem igaz. Kálmán Gyuri bácsi monológia közben. És én azért annyi pénzt kaptam, mint apámnak 3 havi fizetése volt. És anyu nem akarta elhinni. Azt mondta, mit csináltál te azért, hogy ennyi pénzt? És mondom, anya, azt kiabáltam, hogy ez nem igaz. És erre mondta, hogy ez nem igaz. Tehát Zseni, nagyon jól kerestünk itt. Szerettem. Simon Zoli bácsi minden este. Kell lenni a gyereke mellett. Hát végülis a főiskola az ugye abból áll, hogy reggeltől éjszakáig igen, ez mai napig kicsit vannak emiatt feszültségek. Nem voltam ott a gyerekek mellett. De ez gondot jelentett? Későbbiekben igen. A feleségem volt ott a gyerekek mellett. Ők hárman együtt. És ugyanabban az általános iskolában jártak, ahol a Kati tanított. Tehát ők hárman együtt bandáztak, én meg... Tanár a feleséged? Igen, pedagógus. Én meg mentem és pénzt kerestem. Igen, ez úgy néha úgy nehezebben tudok én szót érteni a lányaimmal, mint a feleségem. Valószínűleg ez ennek az időszaknak a következménye, de hát... Ha újból csinálhatnád, akkor nem a főiskola alatt születtek volna? Ezt nem tudom. Nekik meg kellett születni, és jókor születtek. Hogy és ők mentek veled egyébként? Miskolcra, Győrbe? Igen. Iskolát váltottak? Nem. Hát amikor én Miskolcon voltam, akkor... Volt egy kis trabantunk, kis kombi, és bepakolt, és jött, és akkor ott összeállítottuk a gyerekágyat, és akkor ott voltak hónapokig, akkor visszajött. Persze, nem volt ezzel gond. Hát, azért nem tudtál megmaradni sokáig egy helyben, nem? De 88-tól vagy a Miskolci Nemzeti Színház tagja, 92-től Győrbe vagy, 93-tól szabadúszol, tehát hogy azért jellemző ez nem, az ez életedre, nem, hogy nem, nem, mész. Nem, ez nem rajtam múlt. Ez nem rajtam múlt. Hogy mondjam, tehát Miskolcon voltam 3 évet, hívtak máshova, én ott akkor azt mondtam, hogy mégsem megyek el, aztán mégis egy olyan helyzet adódott, amikor azt mondtam, hogy mégsem akarok itt maradni. Uh-huh. És Győrbe pedig Borjóska utolsó évadjában voltam ott, utána új igazgató került oda, aki nem akart velem dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem, én inkább hűséges típus vagyok, ha belegondolsz, itt most már 10-valahány éve vagyok, és eszem ágában. Nem, a pályán elejére gondoltam. A pályám eleje így alakult. Így alakult, hogy kellett menni. Tehát ha nem akarnak veled dolgozni, akkor onnan el kell menni. Tehát én dolgozni szeretek. Szerinted egy színész exhibicionista? Biztos, hogy az. Különben, hát gondolj már bele, hogy ki ez az őrült, aki kimegy, és 50 évesen vagy, de akárhány évesen
ugrál idegen emberek előtt. És... Na de az a végeredmény. Hát egy próbán azért mégis úgy indul, hogy azért ilyen hosszú akár egy próba folyamat, ezért próba, is meg ki kell bontani az de embert. De a próba az úgy... más, a próba az egy munka. Majd, hogy nem azt mondom neked, hogy a próba az élvezetesebb. Én inkább a próbákra adnék el jegyet. Aki mondjuk az másfél hónapig végig bírja ülni és nézni napról napra, hogy és akkor azt mondod, hogy de várjál, de ezt miért mondja, de miért oda mondja, miért akkor mondja, de ezzel mit akar? És próbáljuk így ki, próbáljuk úgy, azok annyira érdekes dolgok. Te feszengsz egy próbán? Előfordul, hogy feszengsz. Van olyan, az Arthur és Paul című darab, azután szerződtetett le engem az Iglódi Pista ide, 3 évig én vendég voltam itt. Nagyon-nagyon szenvedtem vele. Csiszár rendezte, nagyon szeretek vele dolgozni, nagyon szerettem, fantasztikus volt a figura, és ebben nekem egy néger császár, második Menelik, néger császár, homoszexuális szadista. Ami hát sem, egyikhez sincs közöm. Már minden. És érdekes módon ilyenkor nekem fizikai fájdalmaim vannak. Nekem kölyökkoromban műtötték a térdem, ha valami bajom van, akkor nekem elkezd fájni a térdem. És már kifejezetten nem tudtam hajlítani, már annyira bajom volt, hogy ez hogy. És mezitláb próbáltuk, mert azt kérte az Imre, hogy egy ilyen, hogy ez az állat, ami benne van ebben az űrgében, a nyílt színen eltörtem valakinek a gerincét, meg ilyeneket kellett csinálnom, hogy ez olyan félig állat, félig embert. És valahogy mezitláb próbáltam, és beleléptem valamibe. És elkezdtem kiszedni a tüskét a talpamból, és már próbáltam a fogammal. És azt mondta, hogy ez az, ez, hogy ilyen. És onnan kezdve, és annyira élveztem utána. A mai napig sajnos én rosszul vagyok a masztik szagától. Rossz, felfordul a gyomrom tőle. Ebbe paróka volt rám ragasztva, ami hát amikor tudod, milyen az ember tarkóját kenik össze. Körszakállam volt, testfestés, tehát én ezeket nem nagyon szeretem. Élveztem minden másodpercét a szerepre való készülődésnek. Mit érdekelt a Mastix? Öntsenek még. Nagyon szerettem csinálni. Ott akkor valahogy rátalált az ember, és olyan jó volt. La Mancha lovag, ez 4-szer talált rád. 4-szer? Az életrajzod szerint egyszer az Audrey színpadon játszottak. Főiskolán, igen, Hirtling Pistályi Miskolcon voltál, Sancho. Igen. És aztán a Magyar Színházban ugye 2 periódusa volt. Igen, azt gondolom így négynek. Ja, igen, az így. Először ugye te a Borbé voltál, és aztán megkaptad a Sanchót. Igen. Hogy kaptad meg a Sanchót? Előttem, aki ilyen, az én életemre, az én pályámra, nagyon-nagyon, pályám alatt nagyon fontos tényező a szerencse. Nekem több szerencsém volt, mint eszem. Tehát ez van. Kettőzve játszották itt a Kocsis Gyuri és a Sándor Dávid. És a Kocsis Gyuri elkezdett Szegeden játszani, Dávid pedig elment egy biciklitúrára Ausztriába, ahol sikeresen szilánkosra törte mind a két karját. Az Iglódinak valaki szólt, hogy hát a Szücsi játszotta Miskolcon ezt. Akkor fölhívott, hogy figyelj, te ezt játszottad, mondom, igen, Pista, 10 évvel ezelőtt. Na, jó az. Na, akkor... És egy nap alatt beugrottál? Egy nap alatt próba, és csináltam. A baj az volt, hogy más fordításban voltak a dalok, mint... Jaj. Igen, az elég nehéz. Dolgozott a sugó? Hát nem, én nagyon iszonyúan koncentráltam. Sikerült, és nagy, életem legnagyobb élménye volt a Szakács is annyi mellett teszten játszani. Tehát ő volt a született Don Quixote. Hát az csoda volt, Hát és aztán végül is valamelyik cikk ezt írta rólad, hogy te aztán meg az emblematikus Sancho lettél a Magyar Színház előadásában. Igen. Hál' Istennek, hogy ezt. Ez a nagy szereped? Ez az, amit zsebre teszel? Az mit jelent zsebre teszel? Nem tudom, ami nálad van, ami magadé. Igen, azt gondolom, hogy igen, nagyon szeretem, mert vannak az embernek szerepálmai, akár bevallja, akár nem. Nekem ez szerepálmom volt. Ja, korábban már? Ó, nagyon. Főiskola előtt persze, is? Persze. Én Sanchót mindig szerettem volna játszani. Hogy mondjam, olyan fura volt ezt játszani a Sanchót igazándiból, csak be kellett menni. És olyan. Már neked? Aha.
hogy bementél, és egyszer csak úgy megtörténtek veled a dolgok. Tehát olyan teljesen evidens volt. Most kicsit provokállak. Provokálj. Evidens dolog, tehát hogyha bemész, és az a tiéd, és az működik, az nem egyfajta színészi lustaság is egyben? Nem. Én azt gondolom, hogy hagyni kell a dolgokat, hogy működjenek. Van, amiért meg kell dolgozni, van, amiért vért pisilsz, mint mondjuk az Arthur és Paulba, ezért a szadista emberért, és van, amikor csak így kell csinálni, hogy gyere. Nekem a Sancho ilyen. Azért meg vért pisiltem. És vágytál olyan dolgokra az életed során, amiért úgy kell vért pisilni, hogy szöges ellentéte a te evidenciádnak? Nem. Szerencsére én valahogy mindig jóba voltam a tükörrel, meg önmagammal. Tehát tudtam, én nem akartam soha Rómeó lenni. Uh-huh. Bár volt olyan rendező, aki azt mondta, hogy szeretné megcsinálni velem a Rómeót, mert azt mondta, miért kövér ember, nem lehet szerelmes? És teljesen igazam volt. Meggyőzött? Azt mondtam, hogy hát végül is igazad van, hát kövér ember. Figyelj, most ilyen hőszerelmesek játsszák a harmadik Richárdokat, meg a Hamleteket. Nekik legyen mondva. Nem tudom, nem akartam soha más lenni, nem szerettem volna soha más szerepet, de mentek el mellettem olyan szerepek, Puk mindig szerettem volna lenni. Hívtak Debrecenbe, Pukra, nemet mondtam, na azt látod, bánom, hogy akkor nem mentem. Kirendezte volna? A Seregi. És miért nem mentél? Mert akkor egy Lilium készült Miskolcon, amiben nekem lebegtettek egy szerepet, és akkor azt mondtam, hogy Pukot majd még el lehet játszani, de itt most ebben ez itt egy nagyon érdekes lesz, és aztán kiderült, hogy nem arra a szerepre gondolt a rendező, és akkor mondtam én azt, hogy na akkor innen el kell szerződni, és fölálltam, és eljöttem. De ilyesmi. De még van, Svejket még talán, bár az ördög tudja, lehet, hogy ott ahhoz is már öreg vagyok, de egy jó Falstaffot azt még azért úgy szívesen. Egy jó Falstaffot, egy jó Doolittle-t egy My Fair Lady-ben, azokat még úgy szívesen. Ilyen bölcs öreg embereket, akik nagyon élvezik az életet. Csalódtál valaha nagyot? Játékomban, szerepben? De igen. Nem szerepben. Miben? Színész. Mint színész? Hát úgyhogy... Nem saját magadban, inkább a pályádon, kollégákkal kapcsolatban, szerepekkel kapcsolatban, szereposztás, színházzal kapcsolatban. Figyelj, hát szereposztás, hát persze, hát vannak olyanok, hogy azt mondod, hogy az neked kéne eljátszanod, miért neki adják oda. Nem ilyen kicsi, nem, tehát ilyen... Hát, mire gondolsz? Nagy csalódás, ért már az életben? Nem, azt hiszem. Ez jó. Aha. De jó, nem boldogan mondod. Nem, most úgy belegondoltam. Hát voltak akkor elhasalásai, mint ide Lacháza, hát a főiskolai negyedik éves vizsgámba Lilion Fiba Szellemfit. Hát mint a bűn, olyan rossz volt. De borzasztó volt. Hát én szégyeltem magam. Szegény Marton, mit összedolgozott, hogy valamit kihozzon belőlem. Nagyon rossz voltam benne. Nem tudom, milyenek voltak, de olyan nagyon nem. Tehát olyan soha nem volt, hogy azt mondja, na én most fölállok és itt hagyom ezt az egészet. Olyan nem történt, és nem hiszem, hogy vala is tud velem történni olyan. Fontos neked a kritika? Azt szeretem, ha dicsérnek. Azt szeretem, ha dicsérnek. Mindenki szereti. Persze, nem tudom. Hát ne, úgy... Bízom a rendezőmben. Bízom a kollégáimban, és van egy egészséges önkritikám, és hál' Istennek ott van a feleségem, aki mindig megmondja nagyon őszintén, és ő benne nagyon bízom. Tehát, hogyha hazamegyek, és azt mondom, hogy mama, és akkor ő azt mondja, hogy akkor tudom, hogy azon van még mit dolgozni. Ha azt mondja, hogy akkor jó. Az, hogy egy idegen... De olvasol, írott kritikát magadról? Nagyon rég olvastam. Van még írott kritika? Van. Hol? Most soroljak ilyen portálokat? Nem. Én számítógéphez nagyon nem értek. Hát a könyv, tehát nem. Folyóirat. Nem nagyon olvasok ilyesmiket. A MGP volt, ugye? Tehát ott is tudta az ember, hogy kire érdemes odafigyelni, ki ilyen fizetett béltornok, aki
a színház, és akkor úgyis jót fog írni, ott van másik, és akkor az úgyis rosszat fog írni. Most ezekre úgy sincs ott másfél hónap alatt. Fogalma nincs, honnan, hova jutottál. Fogalma nincs, hogy a rendező mit kért, hogy te azt csináld meg. Ő nem követi a te életpályádat, hogy ott kezdted, és most már itt tartasz, vagy itt tartasz. Ő ott akkor arról a darabról, aznap este, amit látott, lehet, hogy neki is rossz napja van, bármi, hát most... Ez MGP? MGP a zseniális dolgokat tudott leírni, tehát az vitriolba mártotta a tollát. Tehát engem lehet, hogy szeret, nem tudom, de engem dicsért, mert rólam csak annyit írt, hogy Szűcs Sándor is a színpadon volt. És ez az ő tollából már dicséret. Tehát ez, amikor valakit nem döngöl a földbe. Féltél, amikor megtudtad, hogy ő bent ül? Vagy? Olyankor azért az mindig elterjed. Itt az MGP, itt az MGP. Az mindig elterjed, és utána, hogy mindenki... Na majd holnap miket fog ez írni. De nem. Ha elkezdesz játszani, és te neked még azon jár az agyad, hogy kiüllen, vagy akkor már megette a fenn, akkor gyere le. Akkor nem tudod, akkor úgysem látsz oda le, meg akkor más történik fönn, hát az akkor hogy lehetne? Hát amikor épp viszed a Don Quixote szerelmes levelét a Dulcineának, és neked azt nagyon oda kell adnod, mert megbíztak vele, akkor kit érdekel, hogy ott ül az MGP, ott ül szegény. Az MGP, Molnár Gál Péterről beszélgetünk. Igen. Ő elfogulatlan volt, és semleges? Még mondhatnék szinonimákat. Nem tudom, de bízom benne, hogy igen. Merem remélni, hogy igen. Egy kritikusnak ez dolga, nem? Abszolút ez kéne, hogy legyen. De ne legyünk álnaívak, tudjuk, hogy nem így van. Egy-kettőben bízunk, aki én azt gondolom, hogy talán az MGP az volt, mert mi érdekelett volna abban, hogy... Tehát ő neki nem kellett, hogy ő bárhova elkötelezze magát, mint hogy tudjuk, hogy pár kritikus jócskán elkötelezte magát színházakhoz. Én azt gondolom, hogy ő volt akkor a név, ő megengedhette magának, hogy merjen jót vagy rosszat írni. Fontos kérdés. Tedd fel. Hogy mit gondolsz a színházban a közösségi terekről hátul? Tehát ugye vidéken még vannak olyan, hogy színészklubnak hívják. Most mi itt jelen pillanatban egy színházbüfében ülünk, ahogy a Benkő Nóri is mesélte régen, ahogy a Sinkovics Imre és az Agárdi a Gobbiban összekoccintottak egy pohár bort. Ez nagyon fontos. Mi a feladata a színházi közösségi tér, az ilyen típusú tereknek? Például, hogy közösséget teremtsen, hogy levezesse a gőzt. Azt hiszem, hogyha a legtöbb színészt megkérdezed, akkor azt mondják, hogy rossz alvók. Vége 10-kor az előadásnak, az lehetetlen, hogy 10:30-kor te már mélyen aludjál. Az elképzelhetetlen. Ott akkor még pörög az ember. Még jár az agyad, még akkor azt meg kell beszélni a kollégával, hogy ma aznap miért az a mondatot a fene egye meg. Na de várjál, de azért nincs igazad, mert... És akkor ezek nagyon fontos beszélgetések. Még a darab szempontjából is viszik előre az előadást. Ne adj, hogyha úristen, egy próbaidőszakban. Hát legalább olyan fontos egy Gobbiban lezajlott beszélgetés, mint maga 10-től 2-ig a próba. Hát ezek nagyon fontos dolgok, meg csak mások a színészek, mint a többi normális ember az életben. Hát ezek fölmennek azt, vadidegen embernek szerelmet vallanak, meg vadidegen embert mindenáron meg akarnak ölni. Hát ezek máshogy működnek, tehát másik majomtól származnak. Te, mint színész, mit vársz el egy ilyen közösségi tértől, mint egy büfétől, vagy egy színészklubtól? Mi az, amit neked meg kell, hogy adjon? Nem tudom, inkább azt tudom, hogy mi a rossz, ha nem ad meg. Na mi az? Hogyha ha bemegyek és idegenül érzem magam. Tehát nekem ott otthon kell, olyan, mintha az otthonom része lenne. Mint ahogy a színház is az otthonom része. Tehát ez ugyanúgy a lakásom, a családom, a testvéreim, érted? Az ott kell legyen, és ott az ember merje azt mondani, hogy
a mindenségét, vagy mondja azt, hogy gyerekek, olyan boldog vagyok, hogy... És ne kelljen játszani. Játszani ott a színpadon kell. Nem lehet a színész mindig... Tehát én nem szeretem az olyan kollégákat, akik a liftben is művészek. A liftbe utazni kell. És a klubban meg kell sírni, nevetni, mert az úgy ki kell, hogy jöjjön belőled, mert különben belepusztulsz. A záró kérdésem egy plágium lesz, de nagyon szívesen bevállalom. Vitrai Tamástól loptam a kérdést. Ez egy fikció. És nézik ezt a beszélgetést valahol egy lakásban, itt Magyarországon, egy házaspár, aki nagyon szereti Szűcs Sándort, ismerik, régóta nézik, és vendégségben van náluk egy másik pár, akik külföldről jöttek, de nem tudnak magyarul. És leülnek ezen a beszélgetés elé, így nézik, a külföldiek pedig muszáj, udvariasságból szintén leülnek és megnézik, majd utána a felvétel vagy az adás legvégén megkérdezik, hogy ki a fene az a Szűcs Sándor? Akkor mit kell nekik mondani? Egy vidám ember. Egy ember, aki jól érzi magát a bőrében. Ők ezt látják a gesztusaidból szerinted? Remélem, hogy ezt látják. Remélem, hogy ezt látják, mert valóban így van, jól érzem magam a bőrömben. És akkor viszont ezt meg tudtam mutatni, tehát nem hazudtam. És ennek a szakmának ez a lényege, ne hazudj. Soha ne hazudj. Leszel a 7. kerület díszpolgára? Nem hiszem. De jó lenne. Jó lenne. Szeretem a 7. kerületet. Nagyon szeretem. Köszönöm, hogy bejöttél hozzám, és folytatjuk a következő alkalommal Gáspár Katával.